Vargáné Molnár Éva tanítónő elmondta, hogy Debrecenben a Kölcsey Ferenc református tanítóképző főiskolán végzett ének, zene és néptánc oktatói szakterülettel. Jelenleg másodikosokat tanít, de már nagyon várja a lendő első kis csapatát. Én fontosnak tartom azt, hogy az ide érkező első osztályosok szeressenek iskolába járni. Szeressék meg a tanulást, tanulják meg az önálló tanulást, és ebben szeretnék nekik támogatást adni. Fontos az is, hogy az előkészítő időszakban játékos módszereket használok. Mindig előtérbe helyezem azt, hogy tanulják meg az önálló tanulást, önállóan végezzék el a feladatot, és tanulják meg az iskolai szabályokat is. Évelején szabályokat állítunk fel, amit következetesen próbálok betartatni velük, hiszen fontos, hogy az iskolába bekerülő gyermekek ezt megtanulják. Az óráimon nagyon fontos az is, hogy motiváljam a gyerekeket, ezért nagyon sok játékos feladat jelenik meg az órámon, nagyon sokat énekelünk, játszunk. Ha új anyagot veszünk az órákon, akkor természetesen frontális osztály munkában dolgozunk. Gyakorló órákon viszont előnyben részesítem, tehát első osztályban inkább páros munkában dolgozunk, majd második osztályban már ugye csoportos munkában is dolgozunk, illetve a csoport munkában már differenciálást is bevezetek. A továbbiakban arról beszélt, hogy milyen iskolai programokon vesznek részt majd a tanulók. Már első osztálytól kezdve bekapcsolódunk az iskolában a rendezvényekbe, nagyon-nagyon sok programokba részt veszünk, ezzel kialakítva a jó osztály közösséget. Nagyon fontos iskolánkban a tehetséggondozás, odafigyelünk minden kisgyermekre, hiszen a bekerülő első osztályosoknál fontos, hogy megfigyeljük azt, hogy ki miben lesz tehetséges. Első osztályban már bekapcsolódunk néhány versenybe, főleg rajzpályázatokon szoktunk részt venni, ezen kívül mesemondó versenyen is részt veszünk már, második osztályban pedig már a tanulmányi versenyekbe is bekapcsolódunk, tehát matematika versenyen, olvasó versenyen veszünk részt, illetve már tanulmányi versenyben még levelező versenyen is részt vesznek tanulóink.